A jó időben köszöntével egyre többen közlekednek kerékpárral, ez miatt pedig fokozottabban kell figyelni az utakon. Az utóbbi napokban megszaporodott a bicikliseket érintő balesetek száma a megye útjain. Tolnán egy 51 éves helyi férfi közlekedett a város belterületén, amikor is ismeretlen okból áttért a szemközti sávba és elütötte a szabályosan haladó kerékpárosokat. Közülük egy kiskorú súlyosan, egy felnőtt pedig könnyebben sérült. Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy a járművezető a vezetés megkezdése előtt szeszesítőt fogyasztott, nála a szonda pozitív értéket mutatott. Május 10-én kedden a késő esti órákban Decsen egy biciklivel közlekedő részeg férfi okozott balesetet. Egy helyi férfi közlekedett autójával, amikor észlelte, hogy előtte vele azonos irányban egy kivilágítatlan kerékpáros kacsázik az úton, észlelte, hogy a felezővonaltól jobbra tart a kerékpáros, ő is lehúzódott, de az ütközést elkerülni nem tudta, így a járműve bal elejével elütötte a kerékpárost. Az 54 éves szintén helyi férfi súlyos sérülést szenvedett. A rendőrség fokozottan felhívja a kerékpárosok figyelmét a láthatósági eszközök használatára, illetve arra, hogy kerüljék az alkoholfogyasztást, ha biciklivel közlekednek, mert a súlyos balesetet okoznak, ugyanúgy büntető eljárás indulhat ellenük, mint egy gépjárművezető ellen.